A mindenkori filmrajongó szeret úgy hivatkozni a Star Wars mozikra, mint minden idők legmegosztóbb szériájára. No persze, ez a megosztás nem a franchise imádata és utálata közötti választás, hanem sokkal inkább a rajongók az epizódokhoz való hozzáállását jelenti. Van, aki azt vallja, hogy az eredeti trilógián túl már semmi sem Csillagok háborúja, míg mások szerint az előzményfilmek vagy éppen az elmúlt évek Disney szörnyszülöttei adják át az igazi SV élményt. Akárhogy is, a fanok között már-már biskanyitogató állóháború alakul ki a létező legapróbb kérdésekben is. A többség erre mondhatja azt, hogy még nincs egy olyan szága, amely ennyire széttördelni saját rajongótáborát, miközben amúgy töretlen népszerűséggel képes létezni a mai napig is. Nos, ilyenkor van az a szituáció, mikor az ember mondhatni elfeledkezik minden idők egyik leghíresebb franchise-áról, a modernkori sci-fik egyik alappilléréről és az időutazós akciómozik ősapjáról, a Terminátor mozikról. Ezek a filmek 3,5 évtizedet felölelő pályafutások során olyan kultuszt tudtak kiépíteni, hogy mind a mai napig a popkultúra megkerülhetetlen részei. Ennek ellenére bárkit is megkérdeznénk masszív rajongótáborukból, hogy melyik a legutolsó etap, amely megadja azt a bizonyos Terminátor feelinget, a válasz egyértelműen az lenne, hogy a második. Mindez több, mint megdöbbentő egy olyan széria esetében, amely immár a 6. epizódját tapossa. Márpedig az a helyzet, hogy a 91-es Terminátor 2 óta hiába jöttek ki egyre másra a részek, hiába változtattak szinte minden esetben szereplőgárdát az alkotók, mind a kritikusok, mind pedig a rajongók a merev utálatba ütköztek. Mindennek ellenére a mai napig hatalmas elvárásokkal ülnek le a népek az aktuális halálosztó film premierjére, hogy aztán kedvük szerint dönthessék el, hogy ezúttal mit jobban és mit kevésbé rontott el az a fránya stúdiórendszer. Ezért is van, hogy nem csak a legutóbbi háromra, hanem az elkövetkezendő idők Terminátor filmjeire is rá lehet húzni az örök strófát, nincs végzet, ha bevégzed. Na, ugyanez hatványozottan igaz a legújabb részre is, a Sötét végzetre. A film alapvetése szinte már unalomig ismert. Visszaküldünk egy gonosz gyilkos gépet az időben, hogy elpusztítsa a jövőbeli ellenállás vezérét, mielőtt az még megszületne. Adva van ezúttal is egy a történések közepébe belecsöppenő nő, aki mit sem ért az egészből, illetve egy védelmező, aki viszont mintha éppen ellenkezőleg gyanúsan is sokat tudna a fennálló helyzetről. Innen indul neki a Sötét végzet kicsivel több mint 2 órás útjának, hogy egy olyan cselekményen vezessen végig minket, amelyen a nézőnek igencsak gyakran elég erős dézsavúja támadhat. De nem amolyan unott legyünk túl rajta érzés, hanem egy igazi jól eső szerethető dézsavú, amelyet már rég tapasztalt meg az ember, pedig piszkosú jó élmény. Még ha mindez nem is lenne elég, a Terminátor Sötét végzet tényleg igyekszik úgy csinálni, mintha nem egy előző részekből összeollózott hangos és látványos macsóparádé lenne. Próbálja kiépíteni saját mitológiáját, bemutatni újszerű főhőseit és elénktárni a legújabb gonosz T akárhányast, amely persze ezúttal is végigmészárolja fél Amerikát, miközben célpontja nyomait kutatja. Csak hogy hiába az új bőr vagy az átformált élő szövet a fényvázon, még mindig pontosan ugyanaz, de ez bizony még hatodjára is piszkosul jó érzés nézni. Az már csak habatortán, hogy jó poénokat, csodás látványeffekteket, új figurákat kapunk a már jól ismert univerzumban, amelyben bár nem feltétlenül nyílnak meg az új táblatok, de mindenképpen bővült ezeknek köszönhetően. Mondjon bárki bármit, ez a széria egyszerűen megunhatatlan. Amint meglátjuk Árnit gépiesen lépkedni, amint felcsendül a jól ismert zene, vagy előjönnek kedvenc T-1000-es hasonlás gyilkológépeink, akkor a film tudat alatt is maximum fokozatba kapcsol, és egy pillanatra sem engedi, hogy a nagy érdemi figyelme lankadjon. Mert hogy ez az a bizonyos Terminátor feeling, amelyet a rajongók már 28 éve hiányolnak. Persze tény, hogy a Sötét végzet nem képes újat hozzáadni az eddig jól ismert sorokhoz. Senki sem fogja hetek múltán is idézgetni a legújabb beszólásokat, miközben robotika mozgásra játszik a barátaival, így tehát az arra szomjazó fanok ezúttal is csalódottan fogják elhagyni a hűtött multiplexeket. Viszont bárki, aki képes a helyén kezelni azt az irányt, amelyben ez a széria egy ideje már eltévejedni látszik, és nem egy korszakalkotó akciószkifire vár minden kiadott újabb fejezetnél, az semmiképpen sem fogja úgy érezni, hogy mozi egy kidobott pénz lenne. No, persze igazságtalanság lenne azt mondani, hogy a Sötét végzet csak ennyi lenne, egy hackney film. Kapunk ezúttal is egy átgondolt komoly sztorit, melybe úton útfélen remek karaktereket csempésztek bele a készítők. Ezen kívül megtapasztalhatunk egy meglepően barátságos képű, ám bár nem kevésbé halálos főgonoszt is, aki minden jelenetében rettenetesen fenyegetően hat. Megkapjuk ezúttal is az átfazonírozott Árninkat, aki szokás szerint imádnivalóan viszi el a hátán minden jelenetét, és végül, de nem utolsó sorban Linda Hamiltont is. Igen, Sarah Connor visszatér, mármint az igazi Sarah Connor.
Nem kell itt fiatalítani, nem kell itt szexibbé tenni. Ő úgy jó, ahogy van. Egyértelműen Hamilton színészi visszatérése a sötét végzet legnagyobb dobása, amely számtalan jobbnál jobb jelenethez szolgáltat alapot. A film persze tudatosan rá is játszik az immár 6. évtizedét taposó Linda visszacitálására, így a témozik szerelmesei, ha másért nem is feltétlenül, de ezért a húzásáért mindenképpen kedvelni fogják a filmet. Nem esett még szó a direktori széket elfoglaló Tim Millerről, aki a Deadpool első részét vezényelte le még annó több, mint sikeresen. Bár a sötét végzetet igencsak reklámozták az ő nevével is, stílusából egyedül az a fanyar, trágár humor válik az alkotás pozitívumára. Persze, nem csinált ő semmit sem rosszul, ugyanakkor inkább emlékeztet egy korrekt iparosra, semmint jövőbeli sztárrendezőre. Kiemelkedő még a lehangoló jövőkép, amely szintén egy kihagyhatatlan eleme ennek a franchise-nak, és amely ezúttal még a szokottnál is dárkosabban néz ki. Tegyük gyorsan hozzá, hogy ez egy ilyen címnél már-már elvárás. Miller víziójában minden sokkal a fenyegetőbbnek hat, mint az eddigi részek során, ezzel pedig a tétet is érezhetően emelték a készítők. A Terminátor sötét végzet vitán felül egy remek alkotás lett, amely mind cselekményével, karaktereivel, látványával és hangulatával arra megy rá, hogy maximálisan elszórakoztassa a nagy érdeműt. Az ilyenre szokás azt mondani, hogy színtiszta mozifilm, amit így nem is kérdés, hogy hol ajánlott végigülni. Bár kétségkívül nem a széria legjobb darabja lett ez a 6. etap, ám az alkotók ezúttal is egy kifejezetten jó emlékű filmet tettek le elénk az asztalra, amelyet túlzás nélkül bármikor újra lehet nézni. Ha még több ilyen videót szeretnétek látni, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a Cinemániás YouTube csatornájára is. Sziasztok!